A hatoghorvosi Szalma családot 2005. január utolsó napjában jutották ki. Eddig még ismeretlen elkövetők a Jószituál család három generációját ölték meg, közöttük a legfiatalabbakat, a 8 és 12 éves testvérpárt is. A bűnöldöző szervek eddig helyben topognak. A nyomozást folytatjuk, ám nincsenek olyan bizonyítékaink, amelyekkel egyes személyekkel kapcsolatban bizonyítani tudnánk, hogy igenis közük volt egy súlyos bűncselekményhez. Ennyi után már hallani lehet olyan dolgokról is, hogy a likvidálókat a gyilkosságon kívül más nem érdekelte, mivel állítólag az áldozatok családi házában több ezer eurót találtak a nyomozók. Az eset rejti a bűnöldöző szervek számára, mint ahogy a megölt zentai ügyvéd Mobir Lázics esete is.